gólhelyzet. Nagy Sándor mellett, és a gólvonalon sikerül megállítani a labdát. Az első nagyon komoly helyzetet a Puskás Akadémia hagyja ki. Így lehet jó, mert Varga Kevin tovább tudja vinni az akciót. Adeneji még. Na most már a Debrecennek is volt lehetősége. Ez így egy jó meccs lesz nekünk semleges nézőknek, hogyha helyzet itt, és aztán helyzet ott. Nincsen les, itt a gólhelyzet, Gyurcsó tud kilépni, bent van a 16-oson belül, és megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia. És megint egy ritmusváltás, és megint egy mélységi indítás. És Gyurcsó most bevitte a 16-oson belülre, amit az előbb hiányoltam nála, és be is rúgta a végén. Vezetnek a vendégek, lesről szó nincsen, tökéletes ütemű volt az átadás, amivel Gyurcsó elindulhatott, és bár egy picit lelassult a végére, és utol is érték, dicsérjük meg egyébként Urblikot a gólpasszért. Gyurcsó végül is, ha némi nehézségek árán, de a bal alsót ki tudta lőni. Most kerül csak ki a 16-osról a labda. Ezzel Varga Kevin tud menni. Adeniji kap egy remek indítást. Adeniji gólhelyzetben jön ki Hegedűs a kapujából, és csak oldalháló. Ezt sokkal jobban is meg lehetett volna oldani, de hát ez lett belőle végül. Kinyik beadása a jobb oldalról. Ó, de szép volt az az érkezés ott bent középen, és ennél szebb már csak Hegedűs védése. Szécsi hagyja ki a Debrecen legnagyobb egyenlítési lehetőségét. Nagy Zsolt beadása, ez is pontatlan. Mint ahogy a fejes is. Itt meg egy óriási hiba! 2-0! Gyurcsó Ádám megint! Hát most a Debrecen védelme az a minimum, hogy alaposan elaludt. Hát ez egy megszerzett labda volt, ezt csak ki kellett volna hozni a 16-oson belülről. Ehelyett eladták a labdát. Ugye innen indul az egész történet, megvan a labda, érthetetlen ez a megmozdulás tulajdonképpen, hogy ezt Haris hogy gondolta. Gyurcsó köszönte szépen. 2-0 a Puskás Akadémiának. 58. perc. Újra Gyurcsó, aki már két gólt szerzett a mérkőzésen. Ott a csúsztatás. Fú, majdnem meg lett belőle a harmadik. Jelenben némi szerencsével került ide Nagy Zsolthoz a labda, és bizony ez bement volna, hogyha Nagy Sándor nem üt bele. Szép védés volt. Tulajdonképpen visszaállt a Puskás Akadémia, és most már tulajdonképpen csak és kizárólag a kontrákra építenek, de hát két gólos előnynél idegenben azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog. Az más kérdés, hogy abban nem fér bele. Egy üres járat. Szécsi hagyja ki. Nagyon finom volt az a bokamozdulat, és a maga a helyzetfelismerés. Annyira nem lehet ebbe belesérülni, hogy egyből azt érezze, hogy cserélni kell, szerintem rúgást kapott a lábára, eltelt fél perc, és már jönne is vissza. Itt közben egy gólhelyzet, és megvan a szépítő gól, Szécsi. 2-1, és van még hátra 8 perc. Ez azért védelmi hiba volt, maradjunk annyiban, hiszen pont az a játékos, aki megsérült, itt kapott egy hatalmas rúgást a bokájára, ez kétségtelen, Varga Kevintől, de az ő lába között ment el a labda. Itt. Garba adja be, és itt van, hogy Varga Kevin telibe rúgja tulajdonképpen a szegény Puskás Akadémia játékost, Szécsi pedig a hosszú oldalon berúgja. Nem jó a befelé passz. És ezzel viszont próbál menni. Garba lerázza az emberét. Garba a 16-oson belül átteszi a másik lábára. Ott a gólhelyzet. Hegedűs véd. És kirúgják a labdát végül. Kinyik Ákos volt, aki helyzetbe került. És most talán lesz idő visszanézni. Ez egy óriási párharc, amit Garba megnyer. Érkezik utána nagy lendülettel Meissner. És itt volt, ahogy kinyik végül
Hát ő szerintem még akár azt is el tudom képzelni simán, hogy 11-est reklamált, azért, mert hogy hátulról fogták a kezét, de azért annyira nem fogta Nagy Zsolt, hogy ebből tényleg büntető legyen. Hát a Debrecen mindent megpróbált itt az utolsó 10-15 percben, főleg ugye a gólt követően, de hiába a Puskás Akadémia megtöri a debreceni rossz sorozatát és legyőzi a Lokit, így aztán a debrecenieknek ez zsinórban a harmadik veresége, és most már 4 meccs óta veretlen a Puskás Akadémia, amelyik értékes 3 pontot gyűjtött be.